Itt van velünk Fáradni Atályi Márta, az első kerület frissen esküdtek polgármestere, és az a kérdésünk, hogy mi lesz az első intézkedés, amit hozni fog polgármesterként? Mivel fogja kezdeni a ciklusát? Az első intézkedésként már a következő testületi ülésen megalkotjuk az új szervezet és működési szabályzatot, pont azért, mert új alapokra szeretnénk helyezni az önkormányzatnak a működését, új bizottságokat fogunk kialakítani, amiből kiemelném a lakásokkal és üzlethelyiségekkel foglalkozó vagyoni bizottságot, illetve a kerületi idegenforgalommal, turisztikai kérdésekkel foglalkozó idegenforgalmi bizottságot. Azt gondolom, hogy ez két kiemelten fontos kérdése napjainkban a kerületünknek, éppen ezért külön bizottságot is alkotunk rá. Ugyanezen a testületi ülésen szeretnénk egy átláthatósági rendeletet alkotni, ez a minimum program alapján, mert egy olyan kerület tud csak élni a választók bizalmával és nem visszaélni, amely átláthatóan működik, tartozunk ezzel a választópolgároknak. Ehhez kapcsolódva természetesen létre fog jönni egy új honlap, ami sokkal informatívabb lesz, változni fog a Várnegyed újság működése is. Mindenféleképpen szeretnénk a kerület lakóival egy interaktív, folyamatosan élő kapcsolatban lenni. Ki fogjuk hirdetni a klímavészhelyzetet, és a klímaválsággal kapcsolatos intézkedés sorozatokról is fogunk döntést hozni, illetve kilakoltatási moratóriumot fogunk elrendelni az első testületülésen. Most, hogy mondta a kilakoltatási moratóriumot, itt a várban volt botrány abból, hogy kormány közeli személyek vagy kormánytagok nagyon kedvezően segítottek a lakásokat, például Bajár Zsolt vagy Palkovics miniszter. Az ő ügyükben mi várható, milyen intézkedés várható az önkormányzat részéről? Semmi esetre sem fogunk személyre szabott döntéseket hozni, viszont át fogjuk vizsgálni az egész kerületi lakásbérbeadási rendszert. Ez egy sokkal bonyolultabb rendszer, mint ahogy ezt elsőre gondolnák az emberek. Egy olyan új rendszert szeretnénk kialakítani, amely valóban méltányos és igazságos lakásbérbeadást biztosít a kerületieknek. Nem alakulhat ki ilyen helyzet, ami a jelenlegi rendszerben kialakult, és ami joggal fölháborítja a közvéleményt. Ezek a felülvizsgálatok kiterjednek más ingatlanokra is, például itt van a Matolcsi-féle iskola, amelyet szintén több különböző bírálat ért, hogy teljesen jogszerűen használná azt az épületet, amiben van itt a várban. Igen, pillanatnyilag nincsen érvényes használatba vételi engedélye annak az épületnek, de ez egy hatósági ügy, amit a jövő héten reményeim szerint munkában álló kerületi jegyző hatósági jogkörben fog megvizsgálni, és hatósági jogkörben a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. Én azt remélem, hogy innentől kezdődően ez az épület is, és az kerületünkben működő valamennyi vendéglő, étterem és mindenféle egyéb intézmény úgy fog működni, hogy ez a kerületi lakóknak az életét nem keseríti meg. Várható, hogy eljárásokat indítanak az előző kerületvezetésen, amennyiben kiderül, hogy jogszerűtlenül jutottak el az egyes szervezeteket vagy személyeket a kerületben? Amilyen jogszerűtlenségre, jogtalanságra, visszaélésre fény derül a felülvizsgálatok során, minden esetben meg fogjuk indítani a megfelelő eljárásokat. És van már olyan ügy, amiben gyanút fogtak ilyen jelleggel? Vannak olyan ügyek, amelyeket, ugye én képviselő voltam itt 9 évig, amelyeket kiemelten szeretnék kezelni, amelyek, hogy is mondjam, csak a listánknak az elején van, mert tudom, hogy ezekkel foglalkozni kell, de nem szeretném elővételezni a felülvizsgálat az átvilágításnak az eredményét, de azt gondolom, hogy ezek azért fontosak ezek az ügyek, mert itt olyan jogsértéseket gyanítok, még csak gyanítok, amik aztán felülvizsgálat során, hogyha kiderülnek, akkor meg fogjuk tenni a kerül lépéseket. A választások óta beszéltek az előző vezetéssel ezek az ügyekkel kapcsolatban? Nem. Köszönöm. Köszönöm szépen.